Az egyik legnagyobb állami cég, a vasút, nehezebb lesz megismerni, hogyan gazdálkodik a MÁV, ha az országgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetésről szóló törvényt. A tervezetet hozza Varga Mihály. Ebbe írták bele, hogy a jövőben az összes köztulajdonban álló állami vállalat gazdálkodási adatainak egy részét titkosíthatnák, ha azt a központi pénzügyi vagy külügyi érdek indokolttá tenni. Az indoklásban azt írják, a közérdekű adatok megismerése nem korlátozhatatlan alapjog. Ezzel a törvénnyel Magyarországra ki lehet nézni azt, hogy sötétség délben. A Transparency International a közadatok átláthatóságáért küzdő szervezet szerint szinte semmit sem tudhatunk meg az állami cégek működéséről, ha elfogadják a törvényt. A kormány összelapátolta a Paks 2 titkosítás, illetve a Magyar Posta és a Jegybank titkosítás legelvetemültebb szabályait, és azokból gyúrt egy olyan új, szerintünk robbanékony elegyet, ami tényleg ránk fogja dönteni a közpénz megismerhetőség épületét, és ezeknek már csak a romjai fognak ezek után maradni. Először a Magyar Posta gazdasági adatainak egy részét titkosította az országgyűlés, a miniszterelnökséget vezető miniszter ezt az állami cég üzleti érdekeivel indokolta. Attól, hogy állami cég ne legyen piaci hátrányban, mert jelen pillanatban bizonyos üzleti információknak a teljes nyilvánossága az üzleti hátrányt jelent. Az országgyűlés elfogadta a postai adatok titkosításáról szóló jogszabályt, a köztársasági elnök azonban nem írta alá a törvényt. Az Alkotmánybíróság viszont nem találta alkotmányellenesnek a jogszabályt, így a posta továbbra is titokban tarthatja a gazdálkodásával kapcsolatos adatokat, hogy ne szenvedjen versenyhátrányt. A kormány szóvivő ma úgy reagált, csak azok az adatok lesznek titkosak az állami cégeknél, amelyeket a Magyar Posta esetében is titkosítottak, azaz azok az információk, amelyek nyilvánosságra kerülése üzleti hátrányt jelenthet.